Ilyen volt, és ilyen lett a bátaszéki II. Géza gimnázium 50 éves épületszárnyának tetőszerkezete. 2009-ben újították fel az iskola majdnem teljes területét, akkor ez az emeleti rész kimaradt. Tudnunk kell, hogy valamikor az 1970-es évektől, amikor ezt az emeletráépítést elvégezték, akkor ez volt a bátaszéki gimnázium menzája. Amikor elkészült 2009-ben az új multifunkcionális közösségi tér, ahol az étkező is helyet kapott, akkor viszont ez a hely felszabadult, és ezzel a koporsótetős megoldással tökéletesen alkalmas volt arra, hogy egy informatika termet rendezzünk be. Viszont ennek a felújítása, ez nem fért bele 2009-ben már a keretbe. Azonban már elengedhetetlen volt a tetőtér felújítása, így a szekszárdi tankerületi központ forrást biztosított a beruházáshoz, közel 20 millió forinttal támogatták a projektet. Ebben az intézményben valóban ez volt az az egyetlen neuralgikus pont, ahol szükség, nagyon nagy szükség volt a felújításra, hiszen itt a tetőbe is ázott, nem volt rendes szigetelés a tetőn, és ez nagyon nagy problémát jelenthet, hiszen nyáron ebben a tetőtéri részben nyáron nagyon meleg volt, télen pedig nagyon-nagyon hideg volt. És hát ezért is volt szükség a teljes felújításra, amely magában foglalta a tetőcseréjét, a szigetelést és a teljes belső átalakítást, kialakítást. Berendezésileg nem történt változás, de a teljes tetőt leszették, a új cserepet kapott, tehát új külső fedést kapott az épületnek ez a része. A födém és a belső felület között egy nagyon vastag hőszigetelő anyagot helyeztek el, majd pedig egy ilyen gipszkartonos megoldással leszedve a régi nádpadlós megoldást, egy ilyen szép gipszkartonos megoldással történt a teremnek a kialakítása. Ebben az új kialakításban még helyet kapott a felújított világítás is. Ugye a régi lámpatestek azok egyrészt korszerűtlenek voltak, másrészt belógtak a belső térbe, és ezzel is szűkítették tulajdonképpen a belső felületet. Én azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon esztétikus és egy nagyon szép és hát nagyon praktikus informatika termet, és ugye mellette pedig egy ugyanilyen módon felújított büfét is kaptunk. A munkálatokat november végén, december elején kezdték el. A héten befejeződnek az utolsó simítások, és indulhat az informatika oktatás megszokott helyén. Van még vissza kisebb, például a tűzjelzőknek a felhelyezése még vissza is van, tehát ez a munkálat, illetve a rendszergazdáink folyamatosan kötik be a gépeket. Ez egyébként egy 30 gyermek foglalkoztatására alkalmas terem, tehát a legnagyobb osztályok is le tudnak egyszerre ülni, amikor informatika órájuk van. Az igazgató elmondta, hogy február 1-től a 7. és 8. osztályos diákok birtokba veszik a tantermet, és reméli, hogy hamarosan a többi évfolyam is élvezheti majd a felújított épületrészt.